Jó estét kívánok! Fertőző agyhártyagyulladásban meghalt egy budapesti gimnazista, ez a nap híre. Hogyan lehet a betegség ellen védekezni? Felelőse a magyar gyógyuló egészségügy, ahogy azt mögöttem is látták egy rövid időre, vagy talán most? Egy ilyen esetért megszólal a műsorban Komáromi Zoltán háziorvos, Sós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke, Gúr Nándor, az MSZP politikusa, és Kincses Gyula, volt egészségügyi államtitkár az Alternatíva körből. Most pedig nézzék meg az ügyről Nemes Anna riportját. Mécsesek és fekete zászló a bejáratnál. Szerdán reggel meghalt az egyik végzős diákja ennek a budapesti középiskolának. A fiú fertőző agyhártyagyulladást kapott. Napközben még nem voltak tünetei, késő este lett lázas, reggelre pedig meghalt. Kiment a kormányhivatali ANTS, feltérképezte azt, hogy kik élnek a fiatalember környezetében, és ők antibiotikus védelemben részesültek. Ez a leggyorsabban előidézhető védelem. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke azt mondta, a fertőzés két korosztályra veszélyes, a 2 év alatti gyerekekre és a kamaszokra. A telefonvonalban Komáromi Zoltán háziorvos, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mitől lehet fertőző agyhártyagyulladást kapni? Van egy meningokokusz nevű kórokozó, aminek van A, B, C és még egy negyedik formája. Ez cseppfertőzéssel terjed, és nagyon gyorsan el tud szaporodni a központi idegrendszerben, és eközben olyan tüneteket produkál, mint egy normális ősszel szokványos megfázás, lázat, esetleg egy kis fejfájást, esetleg egy kis nyakmerevséget, de mint ebben az esetben is ez éjszaka jelentkezett, gyakorlatilag valószínűleg aludt a fiú, és reggelre olyan mértékben károsodott a központi idegrendszere, hogy ez a halálát okozta. Ez egy borzasztó, kiismerhetetlen, fölfedezhetetlen betegség. Egyetlen egy módon lehet ellene védekezni, amennyiben ugye a C vagy az A variánsról van szó, hogy védőoltást kap valaki ellene. Ezt most már csecsemőkorban 3, 4, 15 és 18 hónapos korban megkapják a csecsemők, de mivel ez csak 5-10 éve folyik ez az immunizálás, ezért a most pubertás vagy a gimnáziumba járók vagy fiatal felnőttek sajnos védtelenek, és bár ez a baktérium nagyon sok emberben ott lakik és tünetet semmit nem okoz, ha valami legyengíti egy betegnek az immunrendszerét, és éppen akkor találkozik egy ilyen hordozóval, vagy egy másik beteggel, akkor itt órák alatt a legtragikusabb szövődmények jelentkezhetnek, és az ember legtöbbször tétlenül nézi, mert nem is gondol rá, hogy ilyen szokványos fázas tünetekkel, de nem egy egyszerű influenza, vagy nátha, vagy valamilyen streptokokusz fertőzés érte az adott beteget, hanem egy halálos kimenetelű betegség, és sajnos minden negyedik beteget elveszítjük, aki ilyen fertőzésen keresztül esik. Most akkor ilyenkor az a teendő, azoknak a gimnazistáknak szülei nevében kérdezem, hogy akkor most mindenki rohanjon a gyerekorvoshoz, és akkor próbáljon egy meningitis baktérium elleni oltást beadatni a gyerekének? Van igen, elég ilyen oltóanyag egyébként? Van, aki direkt kapcsolatba került egy beteggel, ott már nincs idő másra, mint egy nagyon széles skálájú antibiotikumból egy nagyon nagy adag injekciót kapni, de ezt az ANTS, illetve most a Kormányhivatal Népegészségügyi Szervének hívják, ők órákon belül, amikor kimutatták a kórokozót, ők rögtön fölkutatják azokat a kontaktokat, akik veszélyeztetve lehetnek, és felkeresik őket, most hétvégén is gondolom, hogy ez folyik, és ők megkapják ezt az injekciót, amivel gyakorlatilag, hogyha bennük van a kórokozó, akkor ezt meg tudja fékezni. De én most olyanra gondoltam, olyan gyerekekre gondoltam, hogy semmi bajuk nincs, nem is érintkeztek ilyennel, hanem egyszerűen egészségesek. És akkor most menjen mindenki, és rohanjon az orvoshoz, és kérjen oltást? Mivel, hogy egy évben általában Magyarországon, az egész ország területén évente 20-50 betegség, vagy beteg fordul elő, tehát nem egy nagyon elterjedt betegség,
nem lehet védekezni. Ez olyan, mintha mindenki bukósisakba közlekedne az utcákon, mert föntről, emeletről leeshet egy virágcserép. Lehet, hogy egy évben ez egész ország területén 40 virágcserép leesik és ráesik valakinek a fejére, de senkinek nem jut eszébe épp ezért, vagy ennek ellenére bukósisakba sétálni az utcán. Tehát ez egy nagyon tragikus, nagyon szörnyű betegség. Igazából ott lehet rá talán figyelni, hogyha szokatlanul magas láz, és a szokatlanul látászavar, vagy fejfájás, vagy nyakperevség jelentkezik, akkor gondolni rá esetleg, de igazából azt hiszem, hogy rendszer szerűen ezt megelőzni, vagy megtalálni nagyon-nagyon nehéz. Ezt köszönöm. Minden orvos tudja. Köszönöm szépen Komáromi doktornak, hogy rendelkezésünkre állt. Itt van a stúdióban Sós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke. Önök ma tartottak egy figyelemfelkeltő és szolidaritási demonstrációt, melynek célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az egészségügyben és a szociális szférában dolgozó bérfejlesztésekből kimaradt emberek helyzetére. Ez az egész szörnyű eset, ami itt a Verespálné gimnáziumban történt, ez szóbeszéd volt ezen a tüntetésen? Ez nem került ott szóba, mivel elsősorban ilyen érdekvédelmi célú volt a tüntetés, és talán ez az eset most nem olyan eset volt, ami annak a következménye, hogy az egészségügyben sok tekintetben nem mennek rendben a dolgok. És akkor mit próbáltak hangoztatni ezen a demonstráción, amelyen szerintem ön se elégedett, ha 20-nál is kevesebben voltak, nekem legalábbis azt mondták azok, akik ott voltak. Igen, nem, nekünk nem az a célunk általában, hogy nagy tömegeket hívjunk oda, ember elég kevés. Mert kicsit az a felfogásunk, hogy a szakszervezetet és a szakszervezeti vezetőket azért választják meg a tagság, hogy ők képviseljék, és ők nevesítsék azokat a problémákat, és mondják el mindazoknak, akik döntéseket tudnak ebbe hozni, vagy lehetőségük van a helyzet megváltoztatására. Tehát ez volt most is a célunk, elindult egy aláírásgyűjtés, az még most is tart egész évvégéig. Mire gyűjtik az aláírásokat? Elsősorban ugyanez a cél, ami a petíciónkban is benne volt, hogy azok a dolgozók, akik kimaradtak a bérfejlesztésből, azok ugyanolyan fontos láncszemei az egészségügyi gépezetnek. Például kikről mint beszél? A többiek. Konkrétan. Beszélünk itt konkrétan azokról a műszaki szakemberekről, akik karban tartják a gépeket, eszközöket és épületeket. Beszélünk a mosodákba dolgozókról, a takarítókról, akik a háttérbe szintén biztosítják, vagy hozzájárulnak mondjuk ahhoz, hogy higiénikus feltételek között folyjon a gyógyítás, ne terjedjenek nagy ütembe a kórokozók és a betegségek. Beszélünk a gazdasági szervezet alkalmazottairól, adminisztrátorairól, akik minimál bérrel dolgoznak, és alig lehet találni már helyettük embert, hogyha valaki elhagyja a szakmát, mert ők is nagyon-nagyon rosszul vannak megfizetve. De beszélhetünk arról is, hogy most a gyógyítók már kaptak egy bér kiegészítést az elmúlt hónapokban, de mivel egy általános bérintézkedés van most az egész országban, az a kiemelt helyzet, vagy kicsit kiemelt helyzet, ami az ő kicsit magasabb bérüket jelentette, most ez a kiemelt helyzet ezáltal megszűnt, tehát itt na, de azért nem bánja, hogy mások is kapnak béremelést. Egyáltalán nem bánom, csak azt gondolom, hogyha két ember választhat, hogy azon, jobb és kevésbé jobb munkakörülmények között ugyanazért a bérért hova megy el dolgozni, nyilván azt fogja választani, hogy ahol kedvezőbbek a munkakörülmények, és ha azt akarjuk, hogy az egészségügyben is legyen elég ember, ahol fertőzésveszély van, fizikai terhelés, több műszak, meg éjszakai műszak, meg vasárnap is dolgozni kell, meg karácsonykor is dolgozni kell, akkor csak úgy fognak idejönni az emberek, ha ők ezért kiemelt bért kapnak, kiegyenlítik ezt a nagy hátrányt, ami a többiekhez képest van. Nagyon örülünk neki, hogy mások is kapnak, hanem azt gondoljuk, hogy a bértábláknak a korábban elfogadott bértételeit ugyanannyival meg kell emelni, mint amennyit most a többiek kapnak, hogy ez a halmozottan hátrányos helyzet valahogy elismerésre kerüljön és megmaradjanak az emberek. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Most pedig következik Onodi Szűcs Zoltán, aki a Gyógyuló Egészségügy nevű konferencián, már amennyire
valóban reális egy ilyen minősítés. Még egy pillanatra kérem, hogy maradjon, amíg el nem indul a bejátszás. Szóval azért is tettük idézőjelbe a beköszönő táblánál azt, hogy gyógyul az egészségügy, mert így nevezik a konferenciát, gyógyuló egészségügy, holott az egészségügy ezer sebből vérzik, de most Ónodi Szűcs Zoltánt idézzük egy percben, aki az egészségügyi ágazatban most életbe lépő új bérfejlesztésekről beszél. Hát a béremelés ugye szintén pozitív kommunikációs üzenet, ugye azt gondolom nagyon nagy siker volt, hogy meg tudtunk állapodni az érdeklődőkkel, ugye az idén ez közel 20 milliárdot jelent, jövőre több mint 80-at, és ráadásul ugye a szakdolgozóknál ez egy 4 éves folyamatként el tudjuk érni, hogy a 4 év végére, a 12-ben még Miklósék alatt elkezdődött folyamatnak a végén, azt tudom mondani, hogy a szakdolgozók bére 207% környékén lesz ahhoz képest, ami 12-ben volt. Szerintem 7 év alatt megduplázni a béreket az nem kis dolog. Most jövő évtől talán már keresztfél évben kezdődő lehetőségként is 4,4 milliárd forintot fogunk fordítani ösztöndíj programra, azért, hogy minél többen válasszák szakdolgozóként ezt a szakmát, hiszen úgy érezzük, hogy ez egy olyan lehetőség, amely azt a fajta humán erőforrás hiányt, amelyet mindannyian érzékelünk, azt valamelyest tompítsa. Pozitív dolgokról beszélt az államtitkár, mikor számomra legalábbis nagyon letargikusan adta elő ezeket a pozitív dolgokat. Mit szól mindehez Gúr Nándor, az MSZP politikusa? Jó estét kívánok, nem látom ennyire jónak a helyzetet. Az az igazság, hogy hiába beszél milliárdokról az államtitkár, akkor amikor... Igen, azt mondta, 7 év alatt megduplázottak a pénzek. Igen, persze közben, aki az egészségügyben dolgozik, az nagyon jól tudja azt, amit most mondok, hogy más színszavak alapján meg hogyan vettek el forrásokat, pótlékok, sok minden egyéb más tekintetében. Tehát valójában ez a növekedés nem egy kézzelfogható valós, a kezekbe jutó pénzen keresztüli növekedést jelent, nem. Számokban azt mutatja, de mondom, más típusú forrásokból meg elvételek történtek. Ez az egyik része a dolognak. A másik, hogy perverz ez a történet, amit csinálnak, mondjuk ez a gyógyuló egészségügy színszavú konferencia, azt hiszem 35 ezer forintos svédasztalos történet mellett. Meg kellene kóstolniuk talán a svédasztal helyett a kórházi kaját is, ugye? Igen, akkor egy kicsit talán szomorúbbá váltak volna e tekintetben. Meg azért is perverz, mert... Ami azért is jó lenne, mert amikor Balogh Zoltánnak, azt hiszem talán Bangóné, Borbély Ildikó és még valaki bemutatta ezeket az úgynevezett menza menüket, igen, akkor egy idő után azért most végre, igaz, hogy talán egy éves késésre, de más lesz az élelmezés a menzán. Pontosan. Tehát van értelme. Pontosan, ennek. Teljesen így van, hogy mondja, de még talán egy fél mondata, hogy azért is perverz a történet, mert hogyha végig gondoljuk a mindennapi egészségügyi ellátást, amikor a kórházba bekerülnek a családtagjaink, bárki, barátaink, hogy adott esetben a gyógyszereket mi visszük be a kórházba. Tételszerűen tudjuk. Sok esetben áll ez elő, vagy a higiéniás történeteket. Tehát nem létezik, hogy 5 napos halott legyen a kórházi mosdóban. Szóval ilyen nincs. Akkor hol takarítják, hogy takarítják ezeket az intézményeket? Tehát azt gondolom, hogy rengeteg probléma van. Nem is akarom sorolni ezeket. Na, de az tulajdonképpen vitathatatlan, hogy mondjuk a 2017-es költségvetésben, itt olvasom a gyógyuló egészségügy konferencia anyagát, bérfedezete 80,6 milliárddal, gyógyászati segédeszköz támogatása 4,8 milliárddal, gyógyszertámogatása 7,9 milliárddal, megelőző ellátása pedig 57,4 milliárddal többet költenek. Nem tudják a nézők így egyszerre megjegyezni ezeket a számokat, de azért itt lesz beruházás, lesz pénz. Igen, nagyjából ez 140 milliárd forint volt, amit most mondott. Én mondok egy tételben 140 milliárdot, azt a hiányzó pénzeszközt, amit viszont nem fordítanak arra, de korábban többségét kivették a egészségügyi ellátórendszerből, ami ahhoz lenne szükségszerű, hogy a megfelelő ellátások háttérbiztosítását megtegyék. Tehát gyakorlatilag a megfelelő higiéniás feltételek biztosításától elkezdve a gyógyszerellátáson keresztül sok mindegyéb másik. Gyakorlatilag hiába növelem a béreket, szükségszerű, elengedhetetlen, de hiába növelem, hogyha a másik oldalon a gyógyulásnak a feltételeit nem teszem meg, vagy a prevenció tekintetében nem nyúlok a dolgokhoz. Most ez a szerencsétlen haláleset is.
Hallgattam a házi orvost, és azt gondolom, hogy teljesen igaza van. Amikor azt mondja, hogy a virágcserép leesik, nem lehet felkészülni erre, ugyanúgy hasonlította a konkrét esethez. De tudja, Magyarországon a védőoltások tekintetében, akkor, amikor nem csak a agyhártya gyulladásnál, hanem mondjuk a nem tipikus egyszerű hányási esetek, hanem a gyermekek intenzív hányásához kapcsolódó rotavírusnak a védőoltását kell beadni, akkor a szülő ezért 17 ezer forintot kell, hogy fizessen. Meg még az orvosnak azért, hogy beadja ezt az injekciót. De például a humán papillomavírus, az például ingyenes. Van olyan, ami ingyenes, na de sok olyan nem van. Nem mindig oltásért kell fizetni. Ez így van. Azt ugye nem tudom, hogy mi értelme, hogy az egyik ingyenes, a másik nem ingyenes. Mind a kettő borzasztó következményekkel jár. Épp ezt akarom mondani, hogy ezt kellene finanszírozni. Megnéztem, hogy mit jelentene ez forintálisan. Ha minden gyerek után... Mármint forintosítva, igen, azt szeretném igen, mondani. Igen. Igen. Ha minden gyerek után, egy évben 100 000 gyerek születik nagyjából, ha minden gyerek után például a agyhártya gyulladásos, most a C-típusú védőoltást beadnák, ez 700 millió forintot jelentene. Ha a B-t is, ami 27 ezer forint egy oltóanyag, akkor az nagyjából 3 milliárd forintot jelentene. Egy felcsúti stadion többe került ettől. A felcsúti stadionban még nem gyógyult meg senki. Itt viszont preventív módon adott esetben, aki úgy gondolja... De ott is lehet boldogsághormonokat beszerezni, annyira csapat. Nem mondok semmit erre. Akkor arra mondjam még valamit a hátralévő nagyon rövid időben, hogy mégis hogyan kommentálja az MSZP, mert eddig ebben nem szóltak bele, hogy ilyen... Tegnap is erről volt szó, hogy szájkosarat tesznek a kórházigazgatók. Elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan, mert a valóságot azt azzal nem lehet kordába zárni, hogy egy ideig, mert ezt csak ideig lehet csinálni, hogy egy ideig az ön szavaival szájkosarat pakolnak az intézményvezetők a kórházigazgatók szájára. Nem fog működni a sőt, történet. Sőt, már két kórházigazgatót meg is büntettek. Így van. Át fog törni a fal. Akik nyilatkoztak. És ez a normális, hogy át fog törni a fal e tekintetben. Nem működik ez a rendszer így. Nem működhet ez a rendszer így. Gyakorlatilag ez mutatja azt, hogy hát ez a hatalom, mert ez nem más. Ez a hatalom nem az emberek érdekében van, nem őróluk szól, az emberekért szól a történet, a források felhasználása és egyéb más tekintetben, és a másik oldalról pedig az összes, bocsánatot kérek, galanságot, azt pedig, vagy elkövetett hibákat, vagy sok minden más, azt pedig megpróbálják bezárni és a világtól elzárni. Nem lehet így, nem fog így működni sokáig. Nem fog az emberek szeme, előbb-utóbb ki fog nyílni, és változni fog ez a világ. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Gyógyul az egészségügy, írtuk ki, most már egy külön táblára is, utalva a gyógyuló egészségügy nevű konferenciára, ahol Ónodi Szűcs Zoltán egy korábbi bejátszásban nyilatkozott a bérfejlesztésről. Kincses Gyula volt egészségügyi államtitkár, jelenleg az Alternatíva kör politikusa, vagy szakértője. Szakértője a mai utolsó vendégünk. Hát mit szólt mindez, mert a folyosón nézte az egész adást, amit itt hallott? Hát az jutott eszembe, jó estét kívánok, hogy ez a Nézőpont Intézet konferenciája, és ugye a Nézőpont Intézet az a kormány nézőpontját szokta képviselni. Tehát a kormány szempontjából gyógyul az egészségügy. Így van, hiszen nem kell sokat költeni rá. Hogy nem kell? Hát arra költenek? Kéne a legtöbbet nem költeni. Nem azt mondtam, hogy kellene, hanem nem, akkor inkább úgy kell volna fogalmazni, hogy nem költenek így van, rá. Így van. De az nem kell sokat költeni, épp hogy sokat kell költeni rá. Én azt gondolom, hogy pontosan látják, hogy ahhoz képest, hogy mennyire nem költenek az egészségügyre, ahhoz képest, hogy milyen állapotok vannak, ahhoz képest, hogy milyen rémtörténet sorozatok vannak, a lakosság meglepően jól tolerálja ezt. Nem látunk egyetlen egy lakossági tüntetést, hogy nem akarunk ilyen méltatlanul korán meghalni, nem akarunk ennyivel rosszabb életesét, mint a többi volt szocialista ország, szeretnénk európai módon élni, gyógyulni. Ilyen tüntetésekről nem hallunk, itt láttuk az egészségügyi szakszervezet tüntetését is, ember. Hogy hányan voltak. Igen. Hát akkor miért tennének ebbe pénzt, ha ez nekünk ilyen jó, így jó? Na de miért jó így nekünk? Mit gondol?
Bár ő nem pszichológus, de azért mégis, hát én is magam értetlenül állok ezelőtt, hogy az embereknek nem fontos, hogy méltó, emberhez méltó körülmények közé kerüljenek a kórházba. Nem fontos, hogy ne otthonról kelljen bevinni a gyógyszereket, ahogy az előbb Gúr Nándor említette. Valahogy arra vagyunk szocializálva, hogy a kis külön alkujjainkat megkötjük, aki tudja, megvan, hogy kivel kell megbeszélni, ki az, akinek esetleg a borítékot oda kell adni, és így még mindig biztonságban érzi magát, félnek attól, hogy egy borult rendszerben, ami tiszta alapokon újra kezdi, még rosszabb lesz. Nem tudok semmilyen értelmes választ ezen kívül adni. A tömegreakció is ugyanez. Most bocsánat, akkor csak elmondom, hogy ennyi hír az egészségügyről, mint emiatt a két haláleset miatt, már mint a WC-ben, illetve a melléképületben, nagyon régen nem volt. És ez se ingatott meg semmit. Ez az én fájdalmam az, hogy ez a hír, nem pedig az, hogy 12 000-rel több ember hal meg Magyarországon ideje korán, mint a többi európai tagállamban. Tehát nem az igazi bajokat tekintjük problémának, nem azt, hogy a születéskor várható átlagos élettartunk, semmit nem közeledik az európai átlaghoz, nem az a baj, hogy az elkerülhető halálozásokban, amik feleslegesek, mert hogy vagy a megelőzés nem jó, vagy a gyógyítás nem jó, abban Magyarország mennyire hátul szerepel, ezek valahogy nem hírek, nem tudom, hogy lehetne közfigyelmet ezekre irányítani. Talán a rezidensek szakszervezete az egyetlen, amelyik ebben eredményt tudott elérni, és elérték azt, hogy már pedig a készhigiéné például fontos legyen, beszéljünk ezekről a kérdésekről, hogy a kórházi fertőzésben... Amit már Semmelweis megmondott, hogy kezet kell most. Igen, de ezt úgy tűnik, hogy ahogy akkor nem hallgatott rá senki, most sem megfelelően. Van itt még egy olyan dolog, amit mindenképpen szerettem volna, ha elmondja a véleményét. Banai Péter Benő államtitkár azt mondta ezen a gyógyuló egészségügyi konferencián, hogy az eladósodás, a kórházak tartozás állománya újra fog termelődni, ha nem foglalkoznak azok kialakulásának okaival. Kérdezem én, ki akadályozza meg az egészségügy felelős vezetőit, hogy ezek kialakulásának okaival foglalkozzanak? És évek óta nem foglalkoznak. Azt akartam mondani, hogy nagyon megtisztelő, hogy ezek szerint államtitkár úr nézi az ATV műsorait, mert legalább 5-ször mondtam el ugyanebben a székben ugyanezt, hogy miért vannak meglepve. Ha ugyanaz a pénz tavaly nem volt elég ugyanarra a feladatra, akkor miért lenne elég az idén, hiszen az, amit államtitkár úr most is mondott, hogy több pénz jut az idén az egészségügyre, az a béremelésnek a fedezete. Tehát azból a kórház gazdálkodása az ég egy világon semmit nem változik, és nem volt az elmúlt évtizedben, nem csak az elmúlt évben olyan változás, amely az adósságot megakadályozta volna. És akkor tulajdonképpen ön szerint ez nagyobb baj, mint az, hogy alacsony a nővérek vagy az orvosok fizetése? A kettő együtt igaz, mert ha az egészségügyi ellátórendszer szerkezetét nem alakítjuk át a korszerű lehetőségekhez, hiszen most már a technika megváltozott, van egynapos sebészet, nappali kórház, akkor, és nem használjuk ki azt, hogy sokkal kevesebb kórházra van szükség, nem koncentráljuk az ellátást, akkor szétszórva, elaprózva szétfolyik a pénz, és abból se béremelés, se működésjavulás, se hiányvisszapótlás nem lesz. Hát remélem, hogy az államtitkár ezt a műsorunkat is nézte, ahogyan az imént konstatálta, hogy reméli, hogy nézi az ATV műsorait, illetve azt mondta, hogy bizonyára nézi, hogyha ilyeneket mondott. Ez volt a nap híre, köszönöm szépen a figyelmüket, és a jövő héten is lesz ilyen műsor, viszontlátásra!